Törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak hasonló esetben a lakók elhelyezéséről gondoskodni. Ács Rezső polgármester szerint viszont természetes, hogy nem állnak meg itt. 13 önkormányzati lakást azonnal felszabadítottak, eddig 5-en jelezték rá igényüket, 3-an már be is költöztek. 2-en még gondolkodnak, hogy mi legyen, de nem csak erről van szó természetesen. Én azt gondolom, hogy ha baj van, akkor az önkormányzatnak igenis oda kell állni, és nem kell azt nézni, hogy meddig terjed az ő hatásköre, vagy milyen, mit szabnak rá ki a jogszabályok, vagy éppen a törvények. Úgyhogy mi a takarítástól elkezdve a beüvegezés, az ablak beüvegezéséig, illetve a butorok elszállításáig mindenben segítünk természetesen a lakóknak. Az önkormányzat ezen túl pszichológiai segítséget is biztosít, és folyamatosan figyelik az eseményeket. Most a sérült lakások kiürítése zajlik, mert hétfőn elkezdik az épület megmentésére irányuló munkákat, és akkor már senki nem mehet be az épületbe. Korcsmár István, a kivitelezést vállaló Aliszka Bau ZRT vezetője azt mondta, bonyolult, komplikált és veszélyes munka vár rájuk. Mindent kézzel kell csinálniuk, mert gépeket a súlyuk és a rezgésük miatt nem vihetnek be. Azt gondolják, hogy megmenthető az épület, de hozzátette, hogy sok tényezőt nem ismernek, csak feltételeznek, ezért bármi előfordulhat. A helyreállítást jó részt a ház biztosítása fedezi majd. Ha nem lesz elegendő, akkor az önkormányzat a magyar kormánytól kér majd segítséget annak érdekében, hogy ezt teljes egészében meg tudjuk valósítani. A katasztrófavédelem is dolgozik a helyszínen, ők 4 fős csoporttal végzik a tűzvizsgálati eljárást, 60 napjuk van megállapítani, hogy mi okozta a robbanást.